Illettem a tavalyi évad Latabár díjasa, és hát ez nekem óriási megtiszteltetés volt. Nem számítottam rá, nagyon meglepődtem, aki ott volt a gálán, ez látta is, hogy azt tudtam, hogy merre menjek. És nagyon köszönöm ezt a vezetőségnek, hiszen ezt a díjat ők adják. Szerintem nagyon fontos, hogy az ember kapjon visszajelzést, akár díjak formájában, de pár jó szó is segít tovább lendíteni a következő napra. És ezért nagyon fontos akár kollégáktól, akár az emberek főnökeitől, hogy azt mondják, hogy na, köszi, ezt jól csináltad. És akkor a következő nap bejössz, és sokkal több energiával tudsz dolgozni. Nem is, olyan is volt, nem is egyszer, hogy csak azért ettem meg egy marék cukrot, hogy elöpuljon ki a fogam. Micsoda butaság! Ugye nekem a tavalyi évad elején megszületett a kisfiam, pont talán 3 nappal az évad nyitó előtt, és utána nem sokkal később én visszajöttem dolgozni. Én már akkor tudtam, amikor még nem voltam anya, hogy én nem tudok otthon ülni, és csak a gyerekkel foglalkozni. Ez egy nagyon nehéz dolog. Egyrészt, hogy olyan is a szakmánk, ahova vissza kell jönni, tehát hogy ott nem tud sokáig a gyerek mellett lenni, de aki ebben a szakmában dolgozik, az talán egy kicsit függő is. És ez a függőség, ez a jó függőség, ez azt okozza, hogy valahogy megoldod, hogy legalább egy évadban legalább egyet hadd csináljak, vagy kettőt. Mindig is szerettem sokat dolgozni, kicsit munkamániás vagyok, aztán megszületett a fiam, és akkor ugye rájöttem, hogy anya lettem. Úgyhogy most már másképp kell, hogy működjön az életem. De szerencsére olyan a párom, aki azt mondta, hogy menj, csináld, amennyire szükséged van. És én érzem, hogy ha én bejövök és dolgozom, utána hazamegyek, én jobb anya vagyok. És jobb partner, jobb feleség. Valakinek az anyaság jelent mindent, aki teljesen ki tud teljesedni benne. Én azt érzem, hogy nekem kell valami plusz. Nekem kell valami, amikor egy kicsit kikapcsolok. És nekem a munkám a kikapcsolódás, úgyhogy szerencsém van. Csak a legerősebb, legbátrabb és legokosabb ember maradt felszínen ebben az ord világban. Na és minek adjátok, ha nagy lesz? Tűzoltó? Katona? Adatot terelő juhász? Gyerekként már imádtam a színházat. Én színészként szerződtem annó ide, de engem a színháznak nagyon sok területe érdekel, és itt meg is kapom a lehetőséget, azért azt érzem, hogy itt otthon vagyok, mert itt több területen is tudok dolgozni, és ez nekem nagyon fontos. Nagyon fontos az alkotás maga, az, hogy mondjuk valamit színpadra rakjak, vagy akár én ott valamit csináljak. És az, hogy mindenből csinálhatok egy kicsit, ez nekem nagyon jó. Csináltam már koreográfusként mesét, játékmesterként operát, és zenéket is írtam. A tavalyi évadnak a legnehezebb feladata számomra az a Kökölysz és Bobolysza volt. Azért, mert ugye még nagyon kicsi a kisfiam, és mellőle el kellett jönnöm próbálni, tehát nem csak az előadásra átugrani. És ez azért volt nehéz, mert koreográfusként és színészként is jegyzem a darabot, és ezért hát ez nagyon sok meló volt. És éjszakánként csináltam a koreográfiákat, hogyha felsírt, akkor gyorsan beszaladtam mellé, visszaaltattam, és utána másnap reggel jöttem próbára. Én idő. Azt hiszem, ugye abból van nekem most a legkevesebb, tehát, hogy amikor én magammal vagyok, és csak olvasok, vagy csak úgy vagyok. Azt hiszem, nekem ez az, ami a legfontosabb lenne, hogy ebből egy kicsit több legyen.